Bármit mondhatsz, ami, bármit, ami eszedbe jut róla. Nekem a nyár vége, ősz eleje, amikor a, már ilyen még meleg van, de már nem annyira. Nekem egy ilyen séta, egy vacsora utáni séta jut eszembe, egy valamilyen ilyen nagyon szép környezetben. Elinte volt egy kicsit ilyen tengerpart érzetem, de most már így több egyszerre illatozik, ilyen van kastély környezetben séta valami igen, egy ilyen valami ilyen kultikus, szép és egyébként emblematikus helyen, és egy hölgyel, nekem ez női. Hát nekem ez egy készfogó séta. Okay. Jó napot kívánok, sziasztok! Adáltan érdelődik ez a PVC Outlook áprilisi eseménye, amikor is két olyan vendéget hívtunk, aki nagyon különleges szakmát választottak, nem hétköznapi mesterségek. Itt van velünk Zoémi Zsolt, aki parfümőr, orr, így is nevezik mindezt, és Megyeri Balázs, aki most dublőri minőségében van itt, de másról is fogunk vele kapcsolatban beszélgetni. Annyi szolgálati közleményt engedjenek meg, természetesen, mint ahogy ez legutóbbi esetben is így volt, ugyanúgy kérdezhetnek egy linken, amely meghívóval szerepel, bátran tegyenek fel kérdéseket, az utolsó 15 percben ezeket a kérdéseket fogjuk feltenni vendégeinknek. Szerintem érdemes az elején tisztázni azt, hogy ez a két szakma pontosan mit akar. Mit csinál egy parfümőr és egy orr? Ezt hallja először, az lehet, hogy nem biztos, hogy pontosan tudja, mivel jár ez a mesterség. Tehát viccesen, vagy legalábbis olyan vicceskedően szoktam, hogy csak a szót kell szétbontani. A parfüm, őr, tehát mi vigyázunk a elkapott 300 milliós hamis kínai szállítmányokra a VPOP-nak, vagy nem tudom, hogy hívják most őket, ami nyilván nem igaz. Tehát mi találjuk ki az illatokat. Tehát mindaz, aminek illata van a világban, és egyre több terméknek van illata a világban, tehát a nem csak a luxus parfümöknek, hanem az autótok szélvédő mosófolyadékának is valamilyen illata van, amiért kiválasztottad nem egy másik brandet, hanem pont azt, mert tetszik az a szag. Azt egy ember kitalálja, és ugyanúgy megalkotja, mint egy zeneművet, vagy egy képzőművészeti alkotást. Mi összecsepegtetünk alapanyagból egy új esztétikai minőséget, amit aztán te nagy boldogan szagolsz a kocsitba, vagy a kedveseden. Na, beszélünk arról, hogy ebben mi a jó annak, aki ezt kitalálja. De először megkérdezem, Balázs, hogy egy dublőr, vagy a te esetedben a dublőrség, az mit jelent? Mert úgy tudom, hogy többfajta dublőr van. Tehát ezek azért, hogy elkülönülnek egymástól. Igen, hát ezt a kifejezést több mindenre használják. Ugye az amerikai terminusból átvettünk mi magyarok is sok mindent, de azért különbözik is. Például ugye a filmekben ugye a stand-in, az a fénydublőr, ami fénydublőrnek hívjuk, aki ugye beáll a színész helyett, és amíg a kamera próbát elvégzik rajta, hogy haladni tudjon a forgatás, utána helyére áll be majd a színész. Ugye létezik a stand-double, ugye a kaszkadőr dublőr, aki hát nyilván ugye a nagyon veszélyes jelenetekben az olyan színészeknél, vagy akinél esetleg ő nem vállal, aki nem vállal akciójeleneteket, megcsinálja a feladatát. És létezik a picture double, akik ugye nagyon hasonlítani kell az eredeti karakterre, hiszen különböző vágóképeknél, jelenetekben helyettesítik a színészt. Akár azért, mert épp a színésznek úgy van beosztva az ideje, vagy reshoot van, újraforgatás van, és akkor már a színész egy másik film miatt nem ér rá, vagy pusztán anyagi megfontolásból úgy vannak vele, hogy itt nem az ő karaktere látszik elsősorban, de jelen van a térben, vagy jelen van a magában a jelenetben, és akkor... Magyarul spórol. Igen. Igen, igen, igen. Ilyen fizetni a napi díját. Így van, igen. Hát a Tesco-s akciósztár. Nélkül szoktuk ezt emlegetni. És igen, és én a picture double-je voltam a Jason Momoa-nak, és hát dolgoztam vele többször együtt. Hát a Woody Allen-nel szerettem volna kezdeni, de azt mondták, hogy az nem alkalmas, arra az nem vagyok alkalmas. Két tojás mondták, igen. Úgyhogy néztem, hogy mi van, mégis Jason Momoa volt, aki azt mondta, hogy jó, hát oda nem fértél, akkor hozzánk jöhetsz a csapatba. Úgyhogy hát a double-ség maga az ugye ez a három kifejezés, amire mi használjuk, bár az amerikaiak a stand-ire nem használják a double-t, ők a stunt meg a picture double-t használják. Te lehetőségeid ilyen értelemben sokkal korlátozottabbak, mint Zsolté, a dublőrségről beszélek. Tehát neked ahhoz a karakterhez kell megfelelően kialakítanod ezt a profilt, ezt a fajta mesterségbéli arcéled.
abszolút ráadásul ugye teljes az elvárás onnantól kezdve, hogy a munka elkezdődik, hogy minél jobban hasonlítson az ember a karakterre, ezt maximál, tehát beleértve a fizikai állapotától, a magasságáig, az utolsó részletéig, hajban, sminkben, mindenben, hiszen valahol tulajdonképpen azzal játszanak, a nézővel játszanak a moziban, és nagyon sok esetben, akár egy párbeszédnél is, vagy akár egy olyan jelenetben, ahol nem a színész, nem szabad, hogy feltűnjön a nézőnek, hogy ez nem ő. Ez egy ilyen színészet a színészetben is, hiszen amikor én elkezdtem mondjuk a Jason-nál dolgozni, akkor figyelnem kellett még videóanyagokon keresztül az ő összes részletét, mozdulatait. Hát ha nyúlok egy pohárért mondjuk a jelenetben, akkor nem úgy nyúlok, mint én Megyeri Balázs, akkor úgy kell, hogy ő nyúlna. Hogy nyúl Megyeri Balázs, és hogy nyúl Balázs, hogy nyúl máshogy? Hát speciál mondjuk, hál' Istennek a pohárért kevesebbet nyúlt a forgatás során, inkább csak utána próbáltuk nyúlni, de mondjuk a járásban, tehát ami mondjuk kimondottan meg kellett tanulni, az ő járása, gesztusai, hogy a haját dobja, hogy magát tartja, hogy jellegzetes tartása van, kicsit húzza a jobb lábát, kicsit mindig így a vállát igazgatja, tehát minden egyes ilyen mozdulat előtt így igazít egyet a vállán, és kicsit ilyen előre, hátra, tehát így vannak ilyen szokásai is az embernek, ami a hétköznapi életben, meg úgy egyáltalán, amiket azért a színészetben is sokszor átemel, vagy ami a karakterének a jellegzetességét adja, az, hogy például úgy néz, hogy felhúzza teljesen a szemöldökét, és akkor mindig ilyen bentről néz, ha szigorú, vagy hogy a haját dobálja, az neki egy ilyen jellegzetes mozdulata, vagy ugye felhúzza a vállát, az a híres Aquaman bejövetel is, ami azért több hölgynek úgy megjelenik, amikor az úriemberről van szó, akkor ő felhúzza a vállát, és akkor ugye van egy jellegzetes hajdobása, ami kiemeli azt, hogy ő a hosszú barbár karakter. Te amikor megkaptad ezt a lehetőséget, ilyenkor végig kell nézned, szinte analizálni kell azt, hogy ez a csávó hogy viselkedik bizonyos, sőt azt kell mondani, hogy mikrokörnyezetben lévő, hogy közelibe adják őt, tehát a rezdülésekre is figyelni kell. Abszolút, igen, ezt kérik is, hogy minden egyes olyan arcmunkájától kezdve mozdulatáig, hát egy analízis zajlik, ami ez egyébként kimondtam, örülök, hogy én az ELTE pszichológia karára, szakára jártam, mert így az analízisben ez egy kicsit így segített, hogy mik azok a jellegzetesek, mik azok az alap attitűd, nüanszok, amit meg kell figyeljek, vagy amit el kell sajátítsak egy ilyen esetben, úgyhogy az speciál kimondotta jól jött. Ami nagyon izgalmas volt, hát neki nagyon jellegzetes, és nagyon, nagyon kidolgozott felsőteste van, és hát ő nagyon-nagyon látványos, hiszen ez a karakterének egyfajta védjegye is. És hát amikor oda kerültem a munkába, akkor nyilván persze nagyon örültem a lehetőségnek, de hát akkor így megnéztem azért így képeken is, videón is, akkor azért... John Woodman nem jön forgatni, akkor az lehet, hogy jobban menne most per pillanat. Más műfaj. Igen. És hát akkor ugye ilyen heti 5-6 edzéssel, napi 3 edzéssel kellett fölzárkózni, és az ő kimondott diétáját, és az ő edzéstervét követve teljesen az ő fizikumát megpróbálni reprodukálni, hiszen az ő ruhája kerül rám. És azért, hogyha valami nem úgy néz ki, vagy nagyon kilóg a lóláb, akkor azért az föltűnik. Majd erről beszélünk mindkettőtök kapcsán különböző házatokról. Zsolt, az, hogy valaki ezt a szakmát választ, az gondolom én azzal jár, hogy nagyon jó a szaglása, tehát rendkívül kifinomult az orra. Ez azt jelenti, hogy te most egész más illatösszetételt érzel ebben a teremben, mint mondjuk mi? Nem más, csak sokkal részletesebben. És azt meg... Jól sem. Én futottam reggel, bocsánat. Jól csinálta, Jason. Ez születési adottságként adódik, hogy te rögtön be is tudod azonosítani, vagy ehhez kell a szaktudás? Nem tudsz olyan dolgot beazonosítani, ami az nincs referencia pontot, tehát hogy nem azzal születsz, hogy tudod, hogy milyen illatú a haiti vetiver kivonata, vagy például a PricewaterhouseCoopers-nek az elektroszmogos termének a szaga. Ezek nincsenek benned a születéskor, de a képesség, az a genetikai adottság, hogy én például maximum Woody Allen-t játszhatnám, te meg Jason, ez azért ott van bennünk csiraként. Utána jön egy néhány évtized gyakorlás, meg egy nagyon jó iskola. És ez mind megvan, akkor zöldfülű kezdőként belekerülsz ebbe a szakmába,
sok-sok gyakorlással, sok-sok kudarc élményen keresztül, tehát az én szakmám nem a kudarcot nem bíró emberek szakmája, érsz el oda, hogy aztán már tényleg mi is világsztárokkal mozgunk együtt, tehát én nem a Jason, de mondjuk egy ilyen Cindy Crawford, vagy Eva Mendez, vagy... Cseréltünk! Aki például ebből az akciós játékból a legnagyobb szereplő, akivel dolgoztam, az a Sir Roger Moore, és ő tényleg egy hatalmas alakja ennek a sztorinak, és karakterként is, James és emberként Bond. Is fantasztikus valaki, nem egy elszállt, nagyon életvidám, jó humorú és nagyon jó öniróniájú ember volt, és kicsit jellemző talán rá ezt, hogyha elmondhatom, hogy úgy zajlik a dolog, hogy elmész hozzá, és az illatot mindig bőrön kipróbáljuk. Erről már beszéltünk, hogy ez miért fontos, vagy miért nem. Ez ugyanolyan feature-je, mint Jasonnek ezek a vonalai, amit messziről meglát bárki. És ki kell próbálnunk a konkrét személy, konkrét bőrén az illatot. És mentem volna hozzájuk, Monte Carlo-ban van a nyári lakjuk, és kaptam egy utca házszámot, és azt mondták, hogy a kis bolt van a háznak a sarkában, a Zsolt könnyen meg fogja találni. Na, én megyek, hát nagyon kínosan, én kis magyar kreatív szakember, nem találtam meg a bejáratot. És van egy gyönyörű szép dombornyomot, ugye Lady Moore-tól, a feleségétől egy névjegykártyám, rajta egy szám, felhívom, mondom, nagyon kínos, Lady Moore, nagyon sajnálom, mert akkor már jobban voltunk, tehát felmertem hívni. Itt téblábolok, hogy kell bemenni. Hát Zsolt, nem látja a kis boltot a McLaren szalon, amellett. Na jó, szóval nekik ez a kicsi bolt. Ez a kis bolt. Igen. Szóval, hogy amikor egy magyar viccesen szólva közember, vagy akár úgy is mondhatnám, hogy egy teljesen egyszerű családból származó fiú belekerül ebbe a szakmába, és most visszatérve hozzá, és a képességei révén felemelkedik ezekbe a körökbe, akkor néha tátja a száját, meg érik meglepetése. De aztán beleszoksz. De azért még mindig nagy-nagy meglepetések nyomán jössz rá arra, hogy mekkora az út, amit te bejártál? Visszafelé. Nagyon jó a kérdésed. Visszafelé igen, hogyha azt érzékelem, hogy ti többiek miért nem érzitek azt, amit én. Most a Covid kapcsán fantasztikus dolog, hogy mármint, hogy egyáltalán nem jó értelemben, hogy a kutatások szerint 75-80%-ban tünete a fertőzésnek ez a szaglás és ízlelés vesztés. És a francia szomelié szövetség elnöke is elvesztette. És nagyon nehéz visszaépíteni, és akkor hozzánk parfümörökhez fordulnak, hogy hogyan dolgozzanak rajta. És akkor tudok adni egy olyan kitet, amivel illatmemória újraépítés. De ő csak azt tudja esetleg visszaszerezni, amit odáig elvesztett, azt a részletességet és ezt a finomságot, és nagyon fontos, hogy ezt a tudatosságot, ahogy én szagolok, azt nem, mert nincsen benne, by heart, nem így gyerekeskedett. De olyan értelemben, hogy te úgy tudom, Eva Mendezzel is dolgoztál együtt, de sok világsztárral. Igen. Az ilyet, amikor bekerül az ember, azt mondtad, egy átlagos magyar fiatal. Igen, ez teljesen így van. A fiataltól már messze vagyok, azért aranyos vagy. De jó. Meg kell tanulni ennek a nem hasonló esőségnek? Nem. Ezt nem tudod megtanulni. Vagy eleve úgy viselkedsz. Tehát egy világsztár, az igazság az, hogy az ő életük, akkor te ezt pontosan tudod, hogy az ő életük cakra be van osztva, tehát nem ez tényleg így van. Tehát egy Eva Mendez úgy jön hozzá, amikor 3 héttel előtt a menedzser elkezd velem időpontot egyeztetni, és csodálkozik, hogy én nem érek rá, amikor ő akarja egyből. És ők nem gonoszságból élnek így, hanem mert nagyon sokat ér a minden percük. Tehát mögöttük levő óriási gépezet, óriási pénzt keres belőlük, ezért kihasználják szegények az utolsó, ki vannak használva. Nem akarnál az életükbe egyébként lenni, nagy valószínűséggel. De ez azt is jelenti, hogy ha véletlenül találkoznak egy olyan emberrel, termékkel, szolgáltatással, aki velük úgy tud viselkedni, mint egy normális emberrel, akkor ők esnek hasra tőle, és hogyha benned az van, én Miskolci színvaparton cigánygyerekekkel verelkedő kiskrampuszból lettem ilyen ember, aki vagyok, és ez azt jelenti, hogy én nulla szinten esek hasra, senkitől. Tehát akár egy óriás multival kell tárgyalnom a legnagyobb szinten, tudok vicces sztorikat mesélni, amikor tényleg $100,000-es szerződéseket tárgyaltam le úgy, hogy rugdosott az asztal alatt a megadott ellenoldali vezető, hogy már pedig így nem beszélhetek, de beszélhetek, mert én egy kreatív szakember vagyok. A kreativitásom nélkül nem lesz termék, nem lesz izgalmas az egész, és például egy ilyen személyiségnek semmit nem ad az, hogyha hajbokolva szolgakép, ugyanúgy kiszolgálod, mint bárki a Monte Carlo és Chanelben.
De honnan jött neked a belső önbizalmat, hogy az első ilyen találkozásnál Miskolc dacára, vagy épp ezért felmertél úgy lépni velük szemben, ahogy ők ezt nem várják? Nagyon fontos, hogy semmifajta szemben nincsen. Ugyanannyi elmeháborodott, vagy rosszindulatú, vagy megkeseredett, vagy nem vidám ember van a sztárok között, mint az átlag, nem sztár, így értve, de mindenki valamivel ügyes, tehát ez nem jó szó az átlag ember között, szerint véleményem szerint, vagy eddigi tapasztalatom szerint, csak ők... mint hogyha nem, hogy mondjam, tehát el vannak, rommá vannak kezelve, kényeztetve, és ahhoz van hozzászokva. Tehát amikor egy Lady Gaga-nak a kutyáit külön ember viszi a kozmetikushoz, meg ilyenek, tehát szétröhögöd az agyad, tehát ő is nyilván meg tudná fogni a póránc végét. Igen, és ez az ugyan már, és ez az ugyan márnak a szintje, hogy mikor van az, amikor ő tényleg a drága idejét és a szponzoroknak és a menedzsereknek és a cégnek, akinek éppen dolgozik, az idejét védi, és mikor van az, amikor ő gyakorlatilag olyan vendége a Ritz-Carltonban, hogy igazából nem szeretnék újra ott látni, és ilyen is sok van. És hogy honnan jön ez, neveltetésből jön, nekem egy első generációs értelmiségi szemorvos volt az édesapám, mondom, egy vasutas a nagypapám, és egy magyar-latin-finnugor szakos tanárnő az édesanyám, és 11 évesen ugyanígy viselkedtem volna. Igen. Tehát a tanáraiddal szemben sem volt soha elfogódottság. Féltek tőlem, kicsit rettegtek. Miért? Nem tudom. Tehát elit gimnáziumban jártam már, aztán később Budapestre kerültünk, és volt pár olyan jelenet életemben, hogy vissza tudom idézni, hogy bejött egy nagyon komoly, szigorú tanár, és azt mondta, hogy a Zsolt menjen ki, labdázzon inkább. De visszaszóltál, szemtelen voltál? Nem voltam szemtelen, egyetlen gesztusommal meg tudok semmisíteni egy embert. Tehát ez érdekes, nincsen momolyai alkatom, tehát 55 kiló voltam életemben a maximum talán. Tehát inkább Woody Allent tudnám el dublőrözni. Semmi ilyesmi nincsen. Nincs, abszolút távol áll tőlem az agresszió, nem megyek bele egy verekedésbe, mármint hogy örömmel gyerekként csépeljük egymást, de azt bármelyikünk, az más. Tehát ebből gyorsan kinőttem az ügyeimet, nagypapás, svájci sapkás stílusban intézem. A luxusiparban hülyén is vennék ki magát, ha nem így intéznéd, viszont gyors vagyok és jéghideg fejű üzletember, ha az kell. Azt hiszem az van, hogy túl gyors vagyok a legtöbb embernek, és ennek mai eszemben már tudom, hogy van köze a képességeimhez. Én kiszagolom egy egyszerű alkufolyamatban, amikor te házat veszel, autót veszel, én kiszagolom azt a pontot, ahogy elkezd a testet kipárolgása megváltozni, már pedig, hogyha izgulni kezdesz, hogy már elértük a... Tényleg szó szerint kiszagolod? Hát persze, a félelmet lehet érezni egy emberen, az érzelmeket lehet érezni. Viccesen hangzik, de ti is érzitek, mindenki érzi, csak bennetek nem válik tudatossá, beindít bizonyos ősi ösztönös dolgokat bennetek, néha megjön a dolog, hogy ez a tánc itt most nem kéne, hogy tovább menjen, vagy tovább kell, hogy menjen. Én meg ezt mind kisgyerekkorom óta építem magamban, mint egy másodlagos implementációját a világnak szagokból, illatokból, és konkrétan így rá tudok mutatni, hogy az a valaki ott, most vele ez van. Az van, nem élek vissza ezzel a képességemmel, de tudok belőle dolgozni, ha kell. Lehet, hogy a tanárok is ezt érezték. Lehet, igen. Balázs. Azt mondta, hogy már nem verekszik, a svájci sapkát mondom, már ahhoz illik a hangtompító, tehát verekedni már. Igen, ahogy mondani szokták, hogy mi kicsit olyan vagyok, mint az ilyen gyengén látó bérgyilkos. Hát ez milyen? Közel megy. Így van, szép. Jó. Balázs, a te esetedben az hogy jött, hogy te nagyon sok mindennel foglalkozol. Tehát dalszerző is vagy, énekel, pszichológiára is jártál, nagyon sok irányú az érdeklődésed, kipróbálod magad ilyen formán is, hogy te dublőr leszel. Mert ez nagyon más ahhoz képest, mint amit eladig csináltál, vagy csinálsz. Igazából én ugyanolyan útkereső vagyok, mint mindenki, és aki 20. században nehezen találja meg magát, ráadásul ez a generáció, vagy amiben is fölnőttem, ilyen váltó generációja volt az édesapám, aki szintén egyébként miskolci származású, és ráadásul a kedvenc íróm Arthur Conan Doyle, aki meg szemorvos eredetileg, úgyhogy rengeteg itt a közös kapocs.
És hát ugye azért mi még a gimnáziumban is, én egy picit ezért neheztelek a középiskolai oktatás, vagy alapvetően az oktatási rendszer, nem feltétlenül nyitja fel az ember szemét, hanem próbálja uniformizálni az emberi személyiséget, meg a lelket, és ezért és megkapjuk a kategóriákat, hogy akkor legyél mérnök, közgazdász, jogász, orvos, stb., és mi, ha én nem akarok ez lenni, vagy ezek engem nem érdekelnek, de hát azért ugye azt is megkaptuk felülről, hogy hát nyilván azért tanulj tovább, mert hát azért a tanulás az nagyon fontos, és ezt nem úgy értik, hogy mondjuk az életből is, én úgy gondolom, az ember folyamatosan tanul, mert aki nem tanul, nem evolál, nem fejlődik, az nem jut A-ból B-be, hanem hogy menjünk felsőoktatási intézményekbe, és ez nagyon sokan ugye ilyen kényszerpálya választók, hogy hát nem mit most mindent, akkor dobjunk kockába, akkor legyen ez a suli, és megyek arra, aztán megnézem, mi lesz az életben, és nem kapunk erről feltétlenül információkat, a lehetőségekről egy képet, hogy milyen irányba indulnánk, mi az, ami érdekes, közben annyi dolog van, hát én is itt tátott szájjal, füllel, orral, szemmel hallgatom, amiket mond a kolléga erről a szaglásról, és valóban ennek a még érdekes ilyen neurológiai, pszichés oldaláról is, ami valóban így van. És hát az emberek előtt ez nincs ott. És ugye korlátozzák eleve a lehetőséget, meg a gondolkodást is ilyen szempontból, hogy akkor ez leszek, meg az leszek. Én meg elmentem, a Corvinus Egyetemen kezdtem, és már ott is keresgettem a szakok között. A édesapám közgazdász, ez nagyon nagy tudású, és hát kézenfekvő volt, hogy jó, hát akkor most ez az érdeklődési kör valamennyire előttem van, nézzük meg itt mi van. És hát ott én a közösségben nem találtam meg önmagam, voltak tantárgyak, amikben én úgy mondtam, hogy bejutottam a döntőbe, tehát például a statisztika volt az, amikor én több fordulón keresztül értem el a célig, volt egy ilyen előválogató, egy casting volt, hogy mi lesz velem a későbbiekben, és aztán úgy kerestem magam, a szociológiára mentem, az nagyon megtetszett, volt egy nagyon jó tanárom, akkor onnan elkezdtem, rájöttem, hogy engem azért ezek a bölcsészettudományok, vagy az irodalom, pszichológia, szociálpszichológia, ezek érdekelnek, akkor aztán átmentem az ELTÉ-re, de ott Corvinust azt befejeztem, akkor az ELTÉ-n filmszakra, tök érdekes, hogy nekem például a filmezés, és akkor itt kötnék, az ELTÉ-ről jött, mert amikor elkezdtem a pszichológiát, akkor volt lehetőség arra is, hogy más ilyen képzésekre járjunk, és nem mindig érdekeltek a filmek. Egy gyerekkorom óta öcsémmel ez nekünk egy ilyen közös kapocs, amit láttuk a Star Wars-t, mert eldöntöttük, hogy mi Jedik leszünk, és akármikor megkérdezték minden pályaválasztás, hogy te mi leszel, Jedi lovag, és akkor hát erre azért úgy a szülők is mindig elgondolkodtak, hogy ebben nem vagyok Jedi. Nem dublőrnek jelentkeztél. Nem. Így van, nekem az egyetemi évek már kezdtek el hívni így a karakterem miatt sok először reklámszerepekre, ilyen-olyan különböző munkákra, és már akkor én forgattam több külföldi produkcióban, nagyon örültem, de nem színművészeti, színművész vagyok, hanem ez alapvetően érdekelt. És ezt ilyen epizód szerepek voltak? Ezek ilyen epizód szerepek voltak, aztán szépen lépdeltem. Hát egy idős, vagy 12-13 éve azért már forgatok, és hát ez alatt az évek alatt tanultam bele, hogy tulajdonképpen mi is az, amit az én karakteremből ki tudok hozni, hol vannak a határaim, és hát, hogy ez valójában milyen szakma is, és ezért volt nagyon jó, nagyon örültem, amikor te elhangzott az előbb, hogy hát ugye nem látjuk a másik oldalt, és hogy például az, hogy persze látjuk filmszínészek, filmsztárok, Jason, hát milyen könnyű neki, hogy jön ott Hawaii-ra lobogolja, és ez nem így van. Neki is nagyon kemény élete volt, és nagyon sokat belegondolunk abba, hogy emlegetik itt, hogy jó, hát Dwayne The Rock Johnson, meg Jason Momoa, jó, de hát ezt belegondolunk, Jason Momoa is a 43. élete, 42 éves, a Dwayne The Rock Johnson is 50. és 20-25 éveket töltöttek, hogy időt szántak arra, hogy ők fölépítsék magukat, és sokszor maga Jason is lakott utcán is, meg dolgozott mindent, mert nem volt épp szerepe, mert nem kellett a karakter, és ez nem úgy működik Hollywoodban. Daniel Radcliffe nagyon jó példa erre, a Harry Potter, hogy nagyon helyes kis gyerekszínész, meg ő Harry Potter, ami önmagában már egy brand, viszont felnőtt színészként, már 30-as pluszosként, már nem az ő karaktere az, ami fut. Tehát, hogy nem feltétlenül őt keresik a filmekben, mert nem tudják hova kategorizálni. Elválják ezt a karakter archetipust, hogy egy 30 pluszos férfi, akkor az legyen ilyen, az bunyózzon, az inkább akciókarakter, a drámai színészek azok az idősebbek azért. Szóval, hogy ez nem adják ezt így ingyen. És akkor én a Dűnében volt egy Dűne című filmről beszélünk, akkor még csak rebesgették, én nagyon szerettem a Frank Herbert féle Dűne könyvet fiatal koromban, és rebesgették, hogy lesz egy Dűne remake. És adásul ezt a Denis Villeneuve rendezi, aki nekem egy kedvenc rendező, mióta láttam a Fogságban című filmet, meg a Szikáriót, aztán az Érkezést, mi teljesen beleszerettünk öcsémmel, meg édesapának is a kedvenc filmje.
és hozzáteszem még anyukámnak is. És akkor, hogy hát lesz egy Dűne film, amit a Villeneuve rendez, mondom, jó, hát ezek ilyen filmes pletykák, tudjuk, persze lesz itt minden. És akkor hívtak egy, jött az ügynökség, hogy hát figyelj, a karaktered miatt, be kéne jönned egy castingra, mert jön majd egy sci-fi produkció, és itt megnéznénk, tehát nem jól megyek. És volt egy első forduló, azt eltelt pár hónap, szóltak, hogy ó, ha most visszaírnánk téged, most megnéznénk egy másik. Most akkor angolul kéne, mert azt megnéztük a karaktered, most lenne itt egy kis szöveggyakorlat, aztán egy kis... Utána visszahívtak egy harmadik fordulóra, ahol meg ilyen mozgásgyakorlat volt, hogy a harc technikák, a különböző mozdulatok mennyire mennek. Csak én meg kicsit úgy le is tettem róla, mondom, hogy ez a casting el fog tartani a következő 6 évben, majd hívnak, hogy még mire jöjjek. És aztán csöngött a telefon, hogy kiválasztottak, és akkor már úgy elmondták, hogy hát a Dűne című filmben, amit Villeneuve forgat, egy szardokár harcos, egy ilyen könyörtelen bérgyilkos karakterére. Azt értem, hogy miért jó, vagy nem jó homályat lenni, de a dublőjének miért jó lenni? Érdekes dolog ez a dublőrség. Hát jó egyfelől, mert most nyilván, hogyha valóban a hogy nem John Goodmannek vagyok éppen a dobbő, hanem a Jason Momoa, aki most elég népszerű, és akkor ugye ennek van egy ilyen visszacsatolása az ember, mert hát ugye Al Pacino megmondta az ördög, hogy a kedvenc bűnöm a hiúság az összes között, csak az embernek ugye ez egy ilyen kellemes feedback azért, hogy egy ilyen típusú karakternek. Másrészt meg jó volt őt megismerni, tehát én igazából nekem a forgatásban a legjobb élmények, hogy ennyi világ, valóban belelátni ezeknek az embereknek az emberi oldalába, hogy tényleg hogy élnek, hogy milyen emberek, hogy ők hogyan készülnek fel egy ilyen munkára, hogy egyáltalán, hogy ez a sztár élet úgymond, milyen hozadékokkal jár, és nekem ez a tapasztalás, ez az út, hogy ennyi embert megismerhettem, és ilyen nagy emberekkel dolgozhattam együtt, mert azért Dűnében ott van a Josh Brolin, a Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgård, aki nekem nagyon nagy kedvencem, tehát hogy parádés szereposztása van mind a rendezés, mind a... Ez egy nagyon, megint csak egy nagyon jó kérdés, hogy a magyar emberben, és én forgatásokon láttam ezt, hogy van egy ilyen szorongó, befelé záró, ilyen kicsit így a világtól leválasztott attitűd is, ahol ő így eleve nehezett, hogy haverkodnának, csak jó, persze nyilván az utóbbi időben a pandémia alatt van egy protokoll is annak, hogy megy közel az ember, és hogyan kommunikálunk, ami tök érdekes dolog, de hogy alapvetően azt vettem észre, hogy lehet velük komoly, tehát hogy ezek nem ilyen halhatatlan istenek az Olymposzról, akikhez csak úgy lehet hozzászólni, hogyha bagyot küldünk hozzájuk, hanem velük lehet kommunikálni, nyilván a megfelelő keretek között, és hát a megfelelő tisztet, a megfelelő helyzetben. Éppen a szerepét csinálja, és ő teljesen át van szellemülve, akkor mert nem megy oda. Tehát amúgy mi újság van, Stellan, és akkor... Tudni kell, mikor és hogyan, de például nekem csak kellemes tapasztalatom vannak ilyen szempontból. Másrészt meg ugye a nyelv. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan nem beszélik érdekes módon, akár forgatások is, vagy sokszor tapasztaltam azt, hogy még aki beszéli is, nehezére esik beszélni, mert ez a fajta oktatási modell ugrik elő, hogy megtanultam az órána, és hogy mondom, hogy kérdezek, hogy, és nem az van, hogy beszélek, és gyakorlom, és élek a nyelvvel, és ezért ugye oda megy, esetleg föltesz két kérdést, aztán arra megy, de amúgy például pont a Stellan Skarsgård egy fantasztikus figura, de a Momoa is, a Skarsgård az végig nevettetett minket, meg ő mindig jött egy ilyen poénnal, volt az egyik szereplő, aki nem nagy darab ki volt szintén edzve, és amikor nem a jelenete volt, egy nagy pánc volt, és hoztak neki egy széket, hogy ne ott álljon a pánc, és aki leült, egy puff, összetört a szék, hogy ott esett. Fölállt, mint amit sem történt, hoztak még egy széket, megint leült, megint összetört. És akkor Stellan így odaszökött mellém, és azt mondta, hogy big ass, big problem. Vele súgta, hogy nagy fenék a nagy probléma. Igen, úgyhogy ő mindig valami geger, mint egy ilyen csíntalat gyerek, így mindig jött, és akkor mindig valamit oda tűzött, amit utána nem győztünk visszaállni, és komolyan venni a helyzetet, mert így fülekbe csengett a poén. Zsolt, azt értem, hogy valaki rádöbben arra, hogy neki van egy ilyen különleges képességet az. Mikor lép életbe a fejében, hogy ő ezzel hivatásszerűen szeretne foglalkozni? Mert az egy válaszfal. Uh-huh. Semmikor. Semmikor? Semmikor nem, ez nem úgy van, hogy felébredsz reggel ilyen. Úristen, mindent érzek, most akkor parfümőr leszek, mert nem tudod, hogy létezik olyan, hogy parfümőr. Tehát 10 évesen, amikor pályát választ az ember, akkor egyébként nagyon érdekes, hogy ez ilyen komoly dolgokról is beszélünk, azt hiszem, hogy ez egy ilyen bájos kis vidám péntek délután is semmit mondó egymás szórakoztatása, ez is jó értelemben mondva.
Azért, mert a tapasztalataim teljesen összevágnak azzal, amit mesélsz, hogy a mi oktatási rendszerünk az már akkor, amikor engem oktattak. Szakmailag még voltak jó tárgyaim, de nem készített fel arra, amit utána én Afrikában gyerekeskedtem, és egy amerikai típusú iskolában voltam. Ég és föld. Teljesen más. Ott, ez megint nagyon érdekes, mert én is. Csak én Egyiptomban. Na tessék, én Líbiában, szomszédvár. És azt képzeljétek el, hogy egy olyan típusú oktatás, és most nem megyünk bele akkor most ebbe, csak az, hogy hogyan válik egy ilyen gyerekből egy szakmailag nemzetközileg elismert szakember, azt hiszem úgy, hogy ott azzal foglalkoznak, hogyha te bármiben bendzsa vagy, gyenge vagy, az se sikerül-e, a matek sem megy, nem is futsz jól, sem ennyi, addig dolgozik a pedagógus team, amíg talál egy olyan valamit, a zsákban futást, amit te fogod megnyerni, és téged fog ünnepelni az egész iskola. És átéled a sikert, hogyha valamit csináltál, és gyakoroltál, és beleölted az energiádat, akkor ez a self-made kid leszel, és abban te leszel a legjobb. És átéletik veled. Nem. Magyarországon azt életik át, hogy ül a porosz típusú asztal mögött, és azt mondja, egyetemi éveim alatt is átéltem, igen, egy arc, aki felvetített ilyen, nem is tudom, még akkor még ilyen szlájdokat, és ez volt az órája, és ott a, értitek, emberek a fizikai rosszul létig való félelemmel igen, mentek be hozzá vizsgázni, és ő döntött el a hangulatából adódóan, hogy te tudsz-e vagy nem tudsz. Én meg bementem a szerveskémia, vagy már nem is tudom milyen szigorlatomra, és mondták, hogy akkor beszéljen a terpenoidokról, meg mondtam, hogy levezessem széndioxidból a orgonaillat képletét, így meghökkentek, mondták, igen, leírtam, beadtam, jól van, mehet ötös. Igen, igen, tudni kell, de onnantól kezdve ő nem packázhat velem, nem vehet kisüljének, nem a kisülye, lehet többet tudok, mint ő. Azért, mert ő abban a pillanatban ott ülő, ő neki az a munkája, hogy engem tanítson és levizsgáztasson, nem az, hogy megszégyenítsen, és azt érje el, hogy azt se tudod, nem tudod elég jól, béna vagy állj a sarokba. Jézusom, ez milyen pedagógus, ez menjen haza. És igen, sajnos sok ilyennel találkozik sok gyerek, és engem elég sok ilyen helyre hívnak, nemzetközileg is, rengeteg helyen, hogy meséljek a szakmámról, mert a gyerekek izgalmas, mert hogy pont azért kell mesélnem róla, mert, és most visszatérve az eredeti kérdésedre, ez nem evidens, ez nem obvious, hogy majd parfümör leszel. Nekem annyira nem volt az, hogy amikor én elkezdtem ez iránt jobban érdeklődni, az ilyen kis gimnazistaként képzelje el, elmegyek a parfümériába, és a barátommal elmegyek, és ő azt mondja, hogy hú, új csaj jött a blogba, fel akarom szedni, Zsolt, keresünk már egy olyan parfümöt, hogy jó lesz nekem, és akkor én ebbe tudtam segíteni. Tehát imádtak a lányok meg a fiúk a környéken. És feromon szakértő. Így van, így van. Tudtam, de tényleg így van. És akkor nagyon nem mindegy, hogy a konkrét emberi bőrre melyik konkrét parfümöt teszed, neked ez a parfüm, neked ez a parfüm lesz jó az, hogy összejön az esti randi, ebben én tudok tudatosan segíteni, gyorsan, célirányosan. Úgyhogy jártam a parfümériákat, ismertem meg a termékeket, azon keresztül az alapanyagokat, azon keresztül a brandeket és a történetüket, és egyszer csak beálltam, hogy ez egy fantasztikus világ, és lehet benne helyem. Dolgozhatok esetleg benne, ám de, és most jön a blik, hogy Magyarországon nem létezett parfümipar. Nem volt egy ajtó, ahol bekopoghattam, és mondtam, hogy jó napot kívánok, önök itt azt csinálják, és bejöhetek gyakorolni? Nem. És ezért nem. Sajnos sokkal hosszabb karrier, döcögősebb karrier így volt, és külföldre kellett mennem, Versailles-ban tanultam végül meg ezt a szép szakmát, de odaig el kellett jutni, és szembesülni kellett vele, hogy a magyar iskolarendszerben semmi nem készít fel erre. Semmi. 5 egyetemi diplomám van. Sütj. De ez lehet az oka szerint, hogy te vagy az egyetlen, tudomások szerint lesz. Most már nem. Van egy hölgy. Most már nem. Ugye? Még egy hölgy lesz. Most már többen is vannak szerencsére, mert tanítottam. Tehát pont azért, amit átéltem, én csinálok ilyen kis workshopokat, évente egyszer-kétszer, most a Covid óta nem, amikor aki érdeklődik ez iránt a szakmai iránt, és már van annyi tudatos felnőtt valamennyire, akkor teljesen mindegy, hogy könyvelő vagy auditor, vagy szakács, eljöhetsz, és kipróbálunk téged, meg engedek belátást a szakmámba, és akkor ennek a kétnapos egy ilyen workshop, a végén egyénre szabottan tudok karrierív tanácsokat adni, ezt jótékonyságból csinálom, most nem azért, hogy mennybe menjek, nem így mondom, csak hogy semmi, a hátam közepére kívánom, meg időm sincs rá, de azért csinálom, mert én ezt átéltem, nem szörnyű volt, hogy akarsz egy szakmát, érdekel, és nem tudsz közel férkőzni hozzá, mert ez a nyüves kelet-európai blokk, ez itt maradt, a rendszerváltás elvileg megtörtént, a fejekben még nem, a gazdaságban félig. Ez a filmszínészet is abszolút igaz. És nagyon igaz az is, hogy a magyar és kelet-európai embereknek valószínűleg ezek miatt mondjuk úgy, hogy a nemzetközi sikerességének gátja
a személyiségünkben levő ilyen nem merünk nagyot álmodni dolog. Ezt én is tapasztalom, hogy ha magyarokat kell elvigyek magammal, akkor előtte fel kell készíteni őket, hogy de, nagyon jól tudod, amit tudod, te vagy a legjobb a világon, vagy a első tízben benne vagy, és meg fogjuk nyerni ezt az bazi nagy óriási tendert. Nem kell betolni. Azért, mert most a életedbe látott pénznek az ezerszereséről tárgyalunk, dőj hátra, majd én alkuszom. Szerintem a diszonancia egyébként ott van, mert maximálisan egyetértek, de hogy az álmok még csak-csak bejönnek nyugatról, csak egy ilyen kompromisszum nemzetünk, és azt mondjuk, hogy akkor hát én sose leszek, hogy kerülök én ilyen filmekbe, hogy leszek én, sose leszek én hollywoodi film, hogy de hülyéskedjék, már minek lenné te? Hát, hogy rögtön elkezdi magának egy kicsit így visszatolni, vagy a saját gátjait és falait fölépíteni maga köré, ami egy kicsit nyugtatja is magát. Tehát, hogy ezekben ott van egy ilyen, de hát én azért lettem ez, mert hát ugye nem is lehetett volna az, hogy én az vagyok. És ugye ez, amit nagyon jól, amit elhangzott az előbb, hogy maximálisan egyetértek ezzel, hogy ez például egy nagyon fontos blokk, ez egy szellemi blokk, egyfajta ilyen érzelmi blokk is egyben. Hogy nem merünk átlépni a határon, de ennek minden értelmében. A te esetedben talán az is közre játszott ebbe, aztán lehet, hogy nincs igazam. A tudomásom szerint 26 évesen neked volt egy halálközeli élmény. Így van. Annak tükrében és annak az optikájából egész máshol kerülnek a prioritások, és lehet, hogy talán bátrabbá is válik az ember, amikor már egy ilyen átesik, nem? Hát ezen dolgozni kell, ez egy érdekes dolog, nekem a szívemmel volt probléma, és ráadásul tettem is azért, ugye tipikusan belekerültem én is abba a spirálba, a körforgásba, hogy jó, akkor dolgozom is, akkor a sulira is, akkor épp a zene is nagyon jól ment, és akkor mindenre figyeljünk oda, de persze, akkor hát érjünk akkor társadalmi életet is, meg hát azért a magánélet is fontos, és azokat az ilyen bilincseket magamra raktam, mert nagyon sok esetben úgy is érett, még valahol a mély tudatomban éreztem is, hogy lehet, hogy fölösleges, csak egyszerűen én is uniformizáltam magam, a lelkemet, a hétköznapjaimat, mert... Tudtad, hogy ez nem jó? Tehát, hogy te most páncért viselsz... Éreztem páncért is többször, éreztem is többször, és például az megint csak elhangzott, és nagyon jól, úgyhogy akár a pszichológusok közt is abszolút lenne helyes munka, hogy valóban ez a felsőoktatási szorongás is, hogy a vizsgák előtt, és hogy valóban egy megfelelési kényszer van szerintem úgy társadalmilag is rajtunk folyamatosan, és ennek a megfelelési kényszernek a törése, az, ahol nem is tudunk a tükörképünkkel igazán szembesülni, ez az, ami nagyon sok esetben a különböző érzelmes lelki problémákhoz vezet. De nem, mert picit ugye ez a sikeruniformizálás, ember se hiszek, hogy a sikert lehet uniformizálni. De ugyanúgy, ahogy valaki sikeres parfümőr lesz, a másik sikeres színész lesz, és ez nem az, hogy most ő ettől sikeres, mert mástól sikeres a kettő, mégis beszéltünk sikertörténetről. Tehát esetben lelki eredeti volt ez a szív probléma? Én úgy gondolom, hogy hát fiatal koromban voltak vizsgálatok, akik mondták, hogy bizonyos, tehát ugye alkati sajátosságaim vannak, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy ebből ennek kell következnie, csak valahol anatom és orvosi magyarázatot szolgálhat az ember, megnyugtassa önmagát, de én pontosan tudtam, hogy ennek bizony lelki, érzelmi, a szorongó természetem az, hogy rengeteget szorongtam, hogy ezt mind befele őröltem, mind befele toltam, hogy ez elkezdett a szorongás és a félelem, és kicsit így, olyan stresszes vagyok, és ezt úgy a diagnosztikailag mindig úgy háttérbe kerül, szerintem majdnem mindennek az alapja. És hát elkezdtem befelé őrölni, túlvállalni magam, túltolni mindent, hogy hát muszáj, hát így jön majd meg a siker, és ennek a következménye lett egy nagyon súlyos szívritmus zavar, amiből aztán ugye a keringésem össze is omlott. Igen, és aztán hála a kiváló orvosoknak és a Városmeri Szívklinika kardiológusainak, kardiológusának kimondottan ott is egy orvosnak, az édes doktornak, aki tulajdonképpen megmentették az életemet többször is. Én akkor elkezdtem, mert nyilván... Volt halál közel élmény? Volt, igen. Volt egy nagyon... Volt egy nagyon furcsa élményem, egy ilyen utazásom, hogy így felébredtem a kórházi szobában, és hát nem volt ott senki. És akkor kimentem a folyosóra, hogy mondom, keressek orvost, mert kicsit be vagyok pánikolva, és kiabáltam, és sehol senki. Aztán megkerestem, hogy hol van a kardiológiai, meg melyik orvos, egyáltalán kit keressek, és benyitottam a gyorsi szobába, beléptem, és egy hatalmas erdőben voltam. Kicsit, mint Dante isteni színjátékában, amikor ugye azt mondja, az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam. És hát én is egy valamiért ez az élmény jött, és ott már éreztem, hogy valamit nem stimmel. De közben teljesen tudatosan, meg fizikálisan voltam jelen, úgy, hogy itt ülök.
Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy álmot, hanem hogy ez most vele megtörténik. Teljesen biztos, hát a orvostudomány jelenlegi állása szerint. Most erre ők nem tudnak, nyilván van mindenfajta neurológiai magyarázat, meg az agy milyen képeket használ fel, meg stb. De ezt nevezzük kimondottan ugye ennek a aláközeli élménynek. És hogy kerültél vissza utána a saját testedre? Tehát emlékszel ennek a metamorfózisára, és hogy ez hogy ért véget, és hogy kezdődött az életed? Találkoztam, én nagyon furcsa, mai napig ilyen furcsa karakterek vannak előttem, hogy nehéz felidézni, de azért úgy ott vannak előttem, hogy találkoztam, meg beszélgetésekben is részt vettem, és aztán arra emlékszem, hogy egy ilyen óriási nagy, mint hogyha mellkason rúgtak volna, és akkor már felébredtem az egyik ilyen teremben, szobában, és akkor ott álltak körülöttem az orvosok, és akkor mondták, hogy minden rendben, nyugodjon meg, és hallottam, hogy a közben az EKG pittyegést, az orvosok szakmai beszélgetését, igen, most a színuszban van, igen, vérnyomás normális, stabil, stb. És így, de hogy minden rendben van, fiatalember, kicsit elfáradtunk, de minden rendben lesz, és most már minden sinem van, nyugodjon meg, semmi probléma, kicsit pihenünk most, átmenjünk ide meg oda, tehát hogy ennek a megfelelő pszichés kezelésre az elkezdték finoman tálalni, hogy hát most volt egy kis ez az, ami nem feltétlen volt jó, de minden rendben van, ne ezen kattogjak, mert az nem jó. És aztán, hogy persze erre mondott, én évekig ezen kattog, tehát nyilván mindent úgy éltem, hogy fölmentem egy domboldalon, Jézusom, jól vagyok? Jesszus Mária, hát ez ilyen magas, az ilyen, és akkor... Azért nyugtass meg, hogy azt követően az életszemléleted is, és az életfelfogásod is hosszú távon megvált. Hát olyan érdekes, mert ezzel nem ért véget, mert én mindenfajta diagnózist kaptam utána, mert ott csináltak egy teljes vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy hát azért még itt át kéne menni ide meg oda, és akkor először leírták a korlapomra, hogy leukémia. És akkor mondtam, hogy na hát ez még a következő diagnózis, amit szerettem volna hallgatni. Aztán kiderült egy vizsgálati, úgy újabb vizsgálati sorozat alkalmával, hogy ez nem leukémia, hanem egy ilyen speciális tüdőbetegség. És valószínűleg az okozta ezt a szívprób, most ez váltotta ki. És hát oda teszem, azért dolgoztam ezért is, mert egyetemi évek alatt dohányoztam, hát rász, az ott a közösségi élet alapja, rászoktam, stb. De idestől 10 éve már le is raktam ezt a jó szokást, és akkor utána újabb orvosi vizsgálatok. Aztán utána még volt balesetem is, amikor meg összetört a lábam, leszakadt az állkapcsom, ez egy teljesen, mert az egy húzamosabb ideig éreztem. Kísértettem a sorsod, és aztán amikor már az orvosok poénkodtak azzal, ugye az ambulancián az egyik az volt, amikor mentem, hogy hát megyerül, 2 hete nem láttuk, azt hittük, baj van. Most már az ambulanciára hiszik azt, hogy baj van, nem vagyok itt 2 hétig. Na és meg hát ugye orvosok mondták mindig, hogy hát ez gyakorlatilag, hát hogyha valaki kérdezné, hogy létezik-e felső erő, teremtő akármi, akkor nézzék meg az én kór összefoglalómat, mert hogy itt nagyon sok mindent ők se értenek. És hát nagyon sok munka volt a félelmeimmel, magammal legyőzni ezt, a fizikumomat, ugye, hogy tényleg ebből a pszichés szorongásból, hogy aki ezt azért megjárja, meg aki kap egy ilyen élményt, azért azután ez rajta van az ember, ez a poszttraumás stressz, ugye, a PTSD, hogy azért nekem ez mindig ott volt, vagy hogyha volt egy olyan, hogy egy rossz álmom volt, valami nem tudtam eldönteni, jaj, már megint ez történik, vagy most mi van, hogy van, melyik a valóság, vagy ott maradtam, vagy itt vagyok, tehát egészen érdekes módon tud erre a psziché reagálni, és aztán is nagyon hosszú úton keresztül, nagyon sok önanalízissel, természetesen sokszor szakemberi segítséggel is, de elsősorban magamon való dolgozással jutottam el oda, hogy ezt kezelni tudtam, és hála Istennek kijöttem belőle, vagy úgy élek teljes életet, hogy nem akadályoz engem ez semmiben. És abszolút volt, hiszem, mert elkezdtem azon gondolkodni, miért vagyok itt. Tehát érdekes, hogy először az ember azt a kérdést teszi fel, hogy hát mi történt, és amikor ez majd letisztult, akkor megfordul a kérdés, hogy de miért jöttem én vissza? Utána úgyis ennyi minden történik, hogy valaki fönt most poénkodik, vagy azt mondja, hogy dobjuk vissza még egyszer, nézzétek meg, milyen jó lesz. És akkor elkezdtem gondolni, hogy valószínűleg feladatom van. És nagyon érdekes, hogy nekem, amikor én bekerültem így ebbe az egész média filmes világban, nekem nem az volt, nem a Jason Momoa volt az első ilyen élményem, hanem én a Szél Kálmán téren egy ismerősömmel találkoztam, amikor egy fiatal ember rosszul lett ott a környezet, és a BKK ellenőrök próbáltak neki segíteni, de hát mondták, hogy biztos be van rúgva, biztos ez van, az van, és láttam, hogy hát elég furcsa állapotban van, és úgy feleszméltem, hogy ez állapottal már én is találkoztam, és oda mentem, hogy tudok-e valamit segíteni. De hát csak átadják akkor már, hogy hát most ő nem tudnak vele mit kezdeni, és próbáltam beszélgetni a fiatalemberrel, majd ő így eldőlt, mint egy ilyen fatönk,
És akkor próbáltam kitapintani a púzusát, semmi. Mondom, ó, de jó, hát ez még most úgy hiányzott nekem. És akkor most már az én púzus, most melyik púzusát mérjem, kinek a púzusa lesz milyen. És akkor elkezdtem a mellkas kompressziót, meg az újraélesztést, és hát így már tényleg imádkozva is, meg valóban így ilyen nagyon-nagyon intenzív, sokkos állapotban, de dolgoztam azon, hogy visszatérjen, és visszatért a fiú. És igen. És akkor innen jöttem rá arra, hogy ez volt az a, vagy én így fogom fel az én hitemben, ez így szerepel, hogy ez volt az a jel arra, hogy na miért jöttél te vissza. Tehát, hogy feladatod van, és a feladatodnak az kell a része legyen, hogy te valamit adsz, segítesz. Mert egyébként valóban nagyon-nagyon kicsi, nagyon-nagyon kevésszer történik, meg volt rá sok példa a történelmet nézve összességében, de azért az, hogy valaki egy szív problémából, keringésre szemesből visszatér, azért az nem a leggyakoribb eset. És úgy gondoltam, hogy ennek azért van valami felelőssége. Ez ha bocsánat, hogy így. Egyáltalán nem az, teljesen természetes. Ha már egészségről beszéltünk, hogy jutott eszembe, mielőtt bemutatod a parfümöket, hogy lehet, hogy aztán teljesen bugyult a felvetés, de a Rost Andrától egyszer azt kérdeztem, hogy ő nem félti-e a hangját, mert hogyha az elmegy, akkor neki a karrierjének vége. Tehát neked, ha egyszer a szaglásod eltűnne, akkor te, mint szakember, akkor kész, véget értél létezni? Lehet, nem gondoltam még bele. Nem tudom. Mióta van ez a Covid, egyszer se volt ilyen tünetem, nem félek tőle, nem... Tehát a teszt, bocsánat, és közben szólok, hogy a teszt az nem lehet ilyen hátráltató. De ez... lehet rossz, nem is teszteltek még soha egyszer se, és nem is fognak. Tehát nem tesztelnek, nem vigyázok magamra jobban, mint máskor. Nem, mint más ember, átlagosannak kezelni magam, sőt, inkább egy kicsit lazábbnak, mert végéltem az egész. Tehát én megérkeztem a Seychelles-szigetekről, a Katarból tavaly márciusban arra, hogy van ez a probléma. Szerencsére kiutazgattam magam, tehát most nem hiányzott egy darabig, hogy külföldre menjek, vagy... és békében leköltöztem a Balatonparti resortomra, ahol van 3 hektár, a 2 agaram rohangálhat, mint az állat, bemegyünk a hajóval, jól el vagyunk, mindenki messze van, tehát igazából nem, még ilyen social distancinghoz nem is kell feladatot adni az agyamnak. Úgyhogy én ezt így élem az elmúlt bő egy évet. De pihentetni kell, de például kell az orrod, hogy edzeni? Edzeni minden nap, ugyanúgy, mint a Rost Andrea minden reggel skálázik, vagy nem tudom mikor, de biztos, hogy skálázik, tehát ő gyakorol, az orral is ugyanezt kell csinálni, és hogyha elvesztetted a szaglásodat, akkor ugyanaz sem, mint én, mint parfümőr, hogy a kis alapanyagokat újra és újra felismered, részleteiben menően próbálod analizálni, és felépíted ezt a rendszert. Mi meg a Bovo gyakorlunk, sokat, mindent, az is gyakorlás, amit most érzek, közben tudatalatt is dolgozik az orrom, ha akarom, kikapcsolom, ha akarom, bekapcsolom, nem tudom, milyen az, hogy elveszed. Ez nem igaz, mert körülbelül 2-3 évente van olyan, hogy ilyen, hogy hívják, ilyen hangszálgyulladásos, torokgyulladást kapok, és akkor elmegy, de mint a nátha. Csak akkor két napig, de ahogy is, iszok pálinkát. Nem. Hát, bocsánat, ha kérdezzenek, mi segítene azon, hogyha bepánikolsz? Nem akartam így közbeszólni, mert nagyon-nagyon szívszorító volt a történeted, de közben én végig ilyen, tehát én megfigyeltem a saját púzusomat, én vízimentő vagyok, tehát én is tudnék mellkas kompressziót csinálni, és én is voltam ilyen helyzetben többször életemben. Én nálam nyugodtabb embert ott nem látsz, amikor ez történik. Én utólag szoktam rádöbben, hogy mindenki sikoltozik, örjöngés van, nénó, fél órán át ömlik a vér, így fröcsög rád, és te közben így ilyen maradok. Ilyen... Na tudom, kit kell hívjak. Igen, egy kicsit, de ez egy adottság, viszont ez viszont tényleg adottság. Tehát, hogy nem pánikolsz be. Nem biztos, hogyha saját magammal történjen, akkor is meg tudnám csinálni, de ha mással történik, semmi bajom. Még családom belül is. Semmi bajom. Mert mit segítene az, hogyha bepánikolnál? Csak gátolná a feladat elvégzését. Igen, csak ez szerintem alkati kérdés. Így van. Mindenki tudja azt, hogy nem segít rajta, mégis. Igen, tudatosan, igen. Ez aztán tényleg megint az én szakmám, tehát hogy ezek az ősi ösztönök, amik egyébként iszonyatosan összefüggésben vannak az illatokkal, meg a szagokkal, mert hogy mitől félsz hirtelen, bejön egy olyan illat, ami,
aminek egy rossz élmény életedből, egy hülye tanárnak a dezodorja, és akkor ilyen szorongásod lesz. Pedig csak egy emberem van, aki hozott egy árut, a, mit tudom én, a GLS futár, vagy bármi. És ilyen rossz érzésed lesz vele kapcsolatban, vagy leülsz egy üzleti tárgyaláson, és az illetőn olyan parfüm van, ami az általad nem bírt az edződ, aki mindig megbünteted, ha elkésve mentél be, és nem fogjátok megkötni ezt a nyamvadt üzletet. Nem jön ki a kémia. És a másik oldalon meg ott van az, hogy egy abszolút nem neked való, így kiabálnak vele a szülő, egy gyermekem, ez az ember nem neked való, és lamour, big love, így olvadtok össze, mint a vaj. És abszolút az jut eszedbe róla, de a Patrick Süskindnek volt a Parfüm című könyve, ami ezt azért szerintem... A filmnek a képaleírásait én lektoráltam. Tényleg? Hát én gratulálok. Köszönöm. És tehát ezek az ilyen ősi dolgok nélküled működnek. Tehát az ember, ugye vannak ezek az ősi katyfaszok benned, hogy hú, de vonzó az a csajszí, vagy mit tudom én, nem akarok focizni azzal a sráccal, vagy azzal meg leülnék beszélgetni, és ezek anélkül, ezek akkor kialakulnak, mikor együtt beszálltok a liftbe. És nem is tudjátok, hogy ugyanoda a helyre mentek, csak így szagolgattok, és ott öntudatnak belül van. És akkor erre ráépül a tudatos szint, hogy igen, szemüvegbe, öltönybe nagyon jól lehet tárgyaljunk, és mi majd nagyon okosak leszünk, mert a kis japánokkal jó bizniszt kötünk, mit tudom, hány billió jenre, de aztán meg mégse. Mert ott belül az alsó, az ösztönös dolog, vagy valami, az eldönt mindent. Ez a nyomvat kémia. Amigdala, ez ennyire fontos? Így van, nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy felülbírálhatod egy darabig, de csak mint a velencei karnevál, aznap maszk van rajtad, de lekopik. És mikor hajnalban már a lepedőt gyűritek, akkor kialakul, hogy lesz-e második menet. És ez az üzleti életben is, tehát ez csak egy példa volt. Nem csak a lamourban, nyilván a parfümöket nagyon gyakran a párválasztásban használjuk, mint fegyver és pajzs, de minden élethelyzetben igaz ez. És ott aztán te lehetsz okos, hogyha kémia elvitt, akkor már nem jössz vissza elsodort. Na most kicsit erős minket a kémia, mert hoztál. Hoztam, de csak a vicc kedvéért, mert ez gonoszság azzal, aki ezt hallgatja, úgyhogy játsszuk azt, hogy csak egyetlen egy dolgot mutatok, az alapján, amit beszélgettünk. Ezt megszagoljuk, és lesz egy kérdésem, hogy mit éreztek, és az, hogy férfi vagy női. Nem, köszönöm szépen. Így amúgy én meg kaszkadőrködtem gyerekkoromban, tehát én meg ilyen stunt voltam. Ugrabugráltam ilyen verekedős jelenetekbe is. Na, zseniális. Hát akkor most megpróbálok legalább jól szagolni. Nem tudtok rosszul szagolni. Ez nagyon fontos, hogy amit most adok, az egy bizonyos illat, aminek van egy története, azt majd elmesélem, de engem az érdekel, hogy ti mit éreztek. Nem tudtok nem jót érezni, nincs olyan, hogy az én fejemben van egy kész válasz, hogy mondd ki azt, hogy Szilva, vagy nem mondd ki. Uh-huh. Az van, amit te vagy, meg amit te vagy, amit belőled kihoz. És két kérdésem van, az első az, hogy mit érzel, amikor... És az lehet egy mese, egy sztori, egy konkrétum, a szomszédasszony, jó értemben mindegy, egy döglött macska, bármi. Meg az érdekel, hogy ez férfi vagy női illat. Tessék. Köszönöm. Nagyon jó illat egyébként. Lehetne rossz is, tehát de ezt most nem azért adom, hogy tetszen nektek, de azért köszönöm. Balázs, kezdte. Végül is mi szeretném. Bármit mondhatsz, ami eszedbe jut róla. Nekem a nyár vége, ősz eleje, amikor már ilyen még meleg van, de már nem annyira. Nekem egy ilyen séta, egy vacsora utáni séta jut eszembe, egy valamilyen ilyen nagyon szép környezetben. Elinte volt egy kicsit ilyen tengerpart érzetem, de most már így több egyszerre illatozik, ilyen van kastély környezetben séta valami igen, egy ilyen valami ilyen kultikus, szép és egyébként emblematikus helyen, és egy hölgyel. Nekem ez női. Hát nekem ez egy készfogó séta. Okay. Nekem is hasonló, tehát romantikus jellege van, nekem karamell illat. Okay. Ami így elsőre... Az énekes? És egy, nem azt mondom, hogy lugasban, de egy teraszon, nagyon míves, jó környezetben eltöltött vacsora.
annak valahogy a hangulata, és lehet, hogy ott valami... Valami mi? Ilyen mézédes nyári estének a hangulata. Jó, szabad a gazda? Igen. Jó helyen jártatok. 1270 óta létezik Grand Champagne vidékén, Nyugat-Franciaországban, Cognac megyébe egy család, akinek van egy ilyen középkori kastélya, és engem oda vendégségbe hívtak, ahova oda reptettek helikopterrel ilyen Michelin csillagos séfet, és meghívtak egy gyönyörű nyáresti vacsorára. Tehát helyben vagyunk. Kastély is van, nyáreste is van, és nagyon szép gurmán élmények is vannak. Ez a család egy nagyon furcsa dologgal foglalkozik, pontosan nem furcsa ott, dologgal foglalkozik. Ők konyakot készítenek. 750 éve, vagy nem tudom micsoda. Ugyanaz a család, ugyanott, most már elég jól élnek belőle, és világ összes menőbárjában, hogyha eljuttok, akkor kérhettek frappen konyakot. És én ott vendégeskedtem egy pár napig, fantasztikus volt, mint egy Robert Merle regényben, egy ilyen vidéki kiskastélyban, az igazi francia kulináriával, zsanettekkel, lovaglással és sétával a szőlőben. Fantasztikus élmény, a kastélyban lakhattál, és neked beosztott maid, szobalány tett a kedvedre, amit csak eszedbe jutott. És aztán a végén azt mondták, hogy drága barátaim, menjetek haza. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, mutattunk gyönyörű italokat, lementünk természetesen a pincébe, és kóstoltunk olyan konyakot, amit még Napóleon idejébe tettek bele azokba az óriási nagy fahordókba, és azt kérték, hogy amikor hazamentetek, ne képeslapot küldjetek emlékbe, hanem králjátok meg, amit átéltetek. És ez egy érlelődő konyaknak a nagyon helyesen érzékelted ezt az ilyen karamelles, édeskés, nagyon gazdag gyümölcs illattal. Tehát ez az ilyen nyárvégi szüret, orchardban sétálsz, átmelegíti a levegőt a lemenő nap utolsó pár sugara, és zsonganak a rovarok, és ilyen nagyon gazdag gyümölcstálban. Azért, mert ez egy jól megcsinált parfüm, bocsánat, közülállok, és ez azt jelenti, hogy anélkül, hogy én az agyatokba tápláltam volna szöveges, képi, hangi információt, csak egy olyan érzékszerveteken, ami egyébként a legősibb érzékszervetek, a szagláson keresztül ezt a message-et el tudtam küldeni. Érted? Tehát meg tudtam csinálni, hogy egy olyan parfümöt hoztam nektek, amivel elvittelek titeket oda, ahol csak én voltam. Ez egyébként döbbenetes. Tehát az, hogy bele szippantasz, és nagyjából egészében, most lehet, hogy máshol voltak a hangsúlyok. Tehát vacsora, az pontok romantikus környezet, ez elképesztő. Igen. Az, hogy az agy tud utazni egy ilyen élménnyel, és nem feltétlenül kell ez a fizikális lét, mert rögtön elrugaszkodtunk itt a helyszínttel, és egy más térre. Attól ne rugaszkodjunk, mert pár kérdés még van, és azt megígértük a közönségnek, hogy erre válaszolni fogunk pár világkérdés erejéig. Érkezett egy ilyen kérdés, hogy milyen lenne 2020 illata szaga, milyen lesz a Balaton illata? 2020 szaga, és még szerintem 2021 szaga is, ez maszk illat lesz. Mindannyian azt fogjátok átélni, és arra fogtok emlékezni, hogy ebben a fura műanyagos, félig textiles, félig műanyagos dolgon keresztül szivornyázzátok át a levegőt, és azért mindenkinek javaslom, hogy nyugodtan fújja be a kedvenc dezodorjánt, vagy egy illóolajat cseppentsen bele, és legalább azon keresztül nem ezt a műszagot fogod, ne, borzasztó feeling, és hogy a Balaton illata milyen, hát ezt konkrétan most innen oda indulok, és akkor majd megcsinálom. Balástól kérdezi valaki, mit tenne, ha valami drasztikus változás lenne a karakterek külsejében, például, gondolom Omarra gondolnak, leborotválná a haját, ez esetben követné, de ő volt-e már ilyenre példa? Tehát mennyi az áldozat, vagy hol van az áldozatkészségnek a határa egy dublőr esetén? Ez egy érdekes dolog, mert ugye én, tehát hogy azóta én nagyon sok minden mást most is forgatok, és nekem a karakterem része, ez egy kicsit fordítva működik, nem én... Tehát nem elsősorban Momoává változtam, és azzal akartam változni, hanem alapvetően ugye fiatalkorom óta nagy rockzene hallgató vagyok, és hát ugye a hosszú haj az nekem így az része az életemnek, és érdekes dolog, hogy bejöttek ezek a karakterek, a Thor, ugye Chris Hemsworth-szel, aztán utána Jason Momoa, ez a karakterológia lett népszerű, és nyilván így kicsit az idő, a tér, a minden közre játszott ahhoz, hogy én ide kerülhessek, persze rengeteg munka is, és út volt ebben egyáltalán, hogy bekerüljek a casting ügynökségek elé.
ez egy érdekes dolog. Ha egy szerep kívánná ezt meg, és ez egy olyan szerep, amely tényleg van, ami kihívás, és ezt szívesen megcsinálom, akkor persze. Bár nekem van egy ilyen, ez a karakterem rész, és van egy ilyen filozófiám is, hogy én le fogom egy nap vágatni ajam, de azt úgy fogom megtenni, hogy én ezt fel akarom ajánlani majd valakinek, ilyen ugye, rákos gyermekeknek, stb. Tehát, hogy ugye már most azért kiengedem majdnem a derek, amíg ér, még azért kicsit növesztem is, és hogy ennek valami célja legyen. Tehát ne csak úgy, akkor most levágattam, azért ez nekem így fontos volt filozófiailag, de természetesen, hogy ez... Így van, igen. De hogyha ha mondjuk bejön egy olyan karakter is, akkor ezt a kettőt összekötném, tehát hogyha van egy ilyen munka, akkor igen, Jason miatt, hogyha ő levágatná, és most csak azért nem vágatnám le, hiszen a dublőrködés ez egy olyan dolog, hogy rendben a következő produkcióban is számítanak rám, de hát nyilván nekem attól még van egy életem, meg egy utam előre. Ha az lenne, hogy nekünk ez egy olyan lehetőség, hogy mindenféleképpen elvállalnám, akkor lehet kötni kompromisszumot, de alapvetően a dublőrködés miatt nem. A dublőrködés miatt nem vágatnám le a hajam, és nem változhatnék a külsőmön, de egy szerep kedvéért igen. Legyen ez a záró kérdés, mind a kettőtökre vonatkozik. Elképzelhető még nagy karrierváltás az életetekben? Épp ott arra akartam mutatni. Hát igazából szerintem azért nem szabad elfelejtenünk, hogy körülöttünk mi történik a világban, és hogy a világ hogyan változik folyamatosan. Nekem az elmúlt másfél évben bejött egy újfajta karrier, úgymond. Én ilyen környezetvédő aktivista vagyok, illetve a környezetvédelem az a szerves része a hétköznapi, meg egészen odáig, hogy hát, hogy állatmentéssel is foglalkozunk, visszük őket ökocentrumokba, azokat az állatokat, akiket nem lehet repatriálni, nem lehet visszaengedni a természetbe, mert azért Ausztrália óta látom meg az volt az első, Amazónia volt igazából, aztán Ausztrália egy óriási ilyen figyelemfelkelt, és egyébként hozzáteszem, ez a koronavírussal semmiből jött, hanem igencsak sok mindent tettünk ezzel a bolygóval, azért így álljunk, hogy most állunk, és nem győzi küldeni a jeleket. De azért mindenki érezhet, hogy az, én nem nevezném átlagosnak sem normálisnak ezt az éghajlati szélsőséget, ami most a napokat jellemzi. És úgy gondoltam, hogy én persze sok posztot olvasok erre, meg sok ilyen influencer és social network aktivista van, de én az ember vagyok, aki csináljunk már valamit. Tehát környezetvédelmi aktivistaként is láthatunk téged. Igen. Most nagyon sok minden szemétszedési akciót csináltunk a Tiszán, most a Dunán is, különböző olyan ágakon, ahol tényleg nagyon el van szaporodva, vagy hát nagyon-nagyon felgyűlem lett a szemét. Erre különböző ilyen szemétgyűjtő megoldásokon is gondolkodunk. Azért tehát most a környezetvédelmi... Már igen, igyekszem. Igen, ezt már megtanultam különböző meditatív gyakorlatokkal kontrollálni, de most például a környezetvédelem az életemnek szervesebb része, és hogyha most, ha bejön egy film, és azt mondják, hogy most akkor ezt a munkát tegyem, akkor azt mondanám, hogy lehet a környezetvédelem élvezne most elsőbséget. Zsolt? Nem. Nem. Hát tehát az én életem úgy zajlik, hogy egy nagyon unalmas kémiai labort, meg ilyen gyerekkoromból a szertárt kell elképzelni, rengeteg üveg, pipetta, alapanyag, minden, és az egész tehát ilyen, az nem unalmas, ilyen káosz, akkor jó, mert normális gyerek az ellenkező irányba szalad, igen, és én ezt imádom. Tehát nekem ez az életem, tehát más verseket költém, meg ezeket ki tudom találni, és imádom, és szerencsére jönnek az emberek ilyen személyre szólt parfüm tanácsadásra, meg egyéni parfümöt kell csinálnom, meg cégeknek kell parfümöt csinálni. Most a válság alatt még több munkám van, mint azt hittem, hogy pihenhetek egy pár hónapot, de nem. Úgyhogy nem hiszem, hogy az, inkább úgy fogalmazik. Hát otthon jobban kijönnek az illatok. Tehát, vagy hogy el kell fedni éppen. Pontosan. Hogy amióta a világ az emberiség illatosítja magát, meg a környezetét. Az őskor óta. Szóval ez bármi történik velünk, ez nem fog kihalni. Semmi szükségünk rá. Tehát ugyanúgy, ahogy nem tudom, iPhone nélkül is túl tudnánk élni a következő 40-50 évet, amíg hátra van az életünkből, de nem akarjuk, de előbb le fogunk mondani az iPhone-ról, mint arról, hogy egy jó parfüm vagy egy jó dezodorral menjél el az esti randira. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz munkám, ha véletlenül mégis megtörténik az a nagyon előre nem látható dolog, nem lesz szaglásom, akkor nyilván szívesen tanítom ezt, ami az elméleti részét, meg az esztétikumát illeti, de azt hiszem, hogy akkor fogom magam is elmegyek szörfedzőnek, és Jessica Alba környékén fogom ezt csinálni, ahol ő éppen él. Közös kettőt. Na, tessék. Akkor várjuk a Balaton illatát, tőled pedig akkor a természetvédelmi környezetvédelmi aktivitást. Szóval és Zsoltot és Megyeri Balást látták, hallották, találkozunk májusban, ugyanilyen. PVC-ok keretében minden jó kívánok, viszontlátásra. Viszontlátásra, nagyon szépen köszönjük.